Tulajdonképpen jó hírt kell elmondjak, de a jó hírben mindig van valami a háttérben. Hosszú évtizedeket kellett arra várni, hogy a jogszerű állapot helyreállhasson. Arról van szó, hogy lakóterület közelében Natura 2000-es fokozottan természetvédelmi területen működött egy lőtér, aminek a működési engedélye nagyon furcsa körülmények között született meg, amiről az önkormányzat sem tudott semmit. Amikor én először tudomást szereztem arról, hogy itt létezik egyáltalán egy lőtér, az a 90-es évek vége fele volt, és kétségtelen, hogy jóval korábban, a rendszerváltás előtt, amikor még ezen a területen nem éltek emberek, akkor volt ott egy lőtér, de hát az hosszú időn keresztül, hát hogy is mondjam, benőtte a gaz, nem működött, senki nem tudott róla. És hát aztán ugye, ahogy a város bővült, a Törökugrató, a Csiki területek lakóterületté váltak szép lassan, több száz ingatlant érintő problémává vált az, amikor a 90-es évek vége fele újra elkezdett működni ez a lőtér, amivel kapcsolatban az önkormányzatnak sok információja nem volt, de az biztos, hogy a 2015-ös, 16-os évben egyre jobban eszkalálódott a probléma, mert a szorványos lövöldözéseket egy folyamatos, állandó háborús helyzet váltotta föl, és több százan jelezték folyamatosan az önkormányzatnak a tiltakozásukat és értetlenségüket, hogy hogyan lehetséges ez. Ha hozzátesszük azt, hogy korábban pont ezzel a lőtérrel szemben egy idősek számára biztosított kert működött, ami aztán utána ifjúsági parkká alakult át, ugye ez a bizonyos hagyományőrző terület, ahol nyáron diákoknak, gyerekeknek, fiataloknak és idősebbeknek táborokat működtetnek, hát ott is nagyon kellemetlen volt az, hogy folyamatosan lövöldöznek, és hát az önkormányzat próbált utána járni annak, hogy mi is történt itt. És kiderült, hogy a rendőrség kiadott egy engedélyt erre a területre, és ekkor az ombudsmanhoz fordultunk, hiszen értetlenül álltunk a helyzet előtt, hogy ez hogyan lehetséges. Az ombudsman sokkal többet állapított meg, mint amit mi erről az egészről tudtunk, nagyon gondosan járt el, megállapította egyfelől azt, hogy hogy az alapkérdés, hogy Natura 2000-es területen önmagában lehetetlen ilyen engedélyt kiadni. Aztán azt is megállapította, hogy miután lakóterületet érint, nem adhatta volna úgy ki az engedélyt a rendőrség, hogy az érintetteket, a környéken lakókat nem vonja ebbe az engedélyezési eljárásba, hát benne az önkormányzatot sem vonták be. Tehát tulajdonképpen azt írta le az ombudsman, hogy gyakorlatilag ez az engedély nem is létezik, hiszen az érintetteknek nem volt lehetőségük arra, hogy az eljárásban részt vegyenek. De miután sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a rendőrség sem első, sem másodfokon a füle botját ezekre az észrevételekre nem mozdította, kissé cinikus és furcsa leveleket kaptunk, meg mindenféle furcsa üzenetet, hogy úgy is lesz itt lőtér, akármit pattognak itt az itt élők, meg az önkormányzat, bírósághoz fordultunk. Első fokon természetesen a bíróság megállapította azt, hogy az engedélyt szabálytalanul adták ki, ezt aztán megfelebezték, hosszú eljárás volt, a kúria új eljárásra utasította a rendőrséget. Hozzáteszem, hogy itt a zöldhatóság is nagyon furcsán működött, hiszen a zöldhatóságnak az a feladata, hogy alapvetően védje a természetvédelmi területeket. Az nem tudom, mennyire fér bele, hogy ólommal telelőnek egy területet, mert mint kiderült az ombudsman vizsgálatából, nem csak hogy engedélyt adott a skit lőtér működésére, egy új golyós lőtér létrehozására is engedélyt adott, aminek persze még nagyobb hangja van, és még inkább zavaró, és hát még inkább ólommal szennyezi a természetvédelmi területet. Úgyhogy azt kúria új eljárásra utasította az rendőrséget, amely rendőrség sajnos, azt kell, hogy mondjam, ismét cinikusan első és másodfokon, azaz a helyi és a megyei rendőrség kiadta az engedélyt, ismételten teljesen törvénytelenül. Így aztán kénytelenek voltunk ismét bírósághoz fordulni, és akkor 2000, ugye a happy end, 2023. február 23-án kiadott ítélete kimondja azt, hogy ezen a területen a jövőben a lövések zajával sem az ott élőket, sem pedig a természetvédelmi területet szennyezni nem lehet.
Ilyenkor persze fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges mindez. A jogállamiságnak is egyfajta próbája zajlott itt, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy vagy azt feltételezzük, hogy a zöldhatóság, vagy az ügyben eljáró rendőrség csupán a hozzá nem értéséről tett tanúbizonyságot, akkor kicsit naívaknak tűnhetünk. Nem nagyon hiszem azt el, hogy itt a dologok mögött nem volt szorosabb összefüggés, már csak azért sem, mert például az egyik helyi KDNP-s képviselő, aki maga is ezen a területen lőtt, büszkén mondta azt, hogy ők itt bizony a jövőben is lőni fognak. Ez most már múlt idő, és a jövőben a bírósági döntés alapján senki nem teheti ezt, senki nem élhet vissza az ott élők bizalmával, nyugalmával. A jó hír talán a jogállamiság próbáját tekintve, hogy a bíróság végül is a törvényeknek megfelelően járt el, így nem fog az előfordulni, hogy valaki délután kiül a kertjébe, vagy kinyitja az ablakot nyáron, akkor háborús övezetben érzi magát, ami a napjainkban még szomorúbb összefüggéseket is felvet.